erőteljes nevű design kultúra és a kísérthetőbb design management szakok esetében kicsit eltért a portfólió kívánalom a többi szakhoz képest. Tehát igazából a portfólióban azt, hogyha már van olyan iskolai újság esetleg, főleg design kultúra szakon, vagy olyan projekt, amiben részt vettek bármilyen kiállításnak, koncertnek, filmfesztiválnak, diákfilmfesztiválnak a szervezése, hogy ezekről adjanak egy listát. Fontosabb dolgokat kérnénk a design és művészet menedzsment portfólióban. Már mindenképpen szeretnénk olyan projekteket látni leírás szintjén, vagy olyan cikkeket, olyan blogokat, vlogokat belinkelve, amelyek már példát adnak arra, hogy dolgozott ilyen területen a leendő hallgatónk. A legfontosabb az a motivációs level, inkább azt mondom, hogy a portfólió helyett mi elsősorban azt olvassuk és azt tanulmányozzuk legalábbis a felületei bizottság részéről, hogy mennyire motiváltak, mennyire elkötelezettek a diákok, akik ide jelentkeznek, és hogy mit szeretnének kezdeni azzal a portfólióval, amit majd itt az egyetemen tudnak összeállítani maguknak. Milyen típusú virtuális területek érdeklik őket, hiszen ezek bár összefüggenek egymással, de mégiscsak külön-külön értelmezhetők, és külön-külön módszerek vannak akár a szervezésre, akár pedig a későbbi kommunikálására ezeknek az eseményeknek.